Üdvözlöm Önöket, ez a 35 perc a Kölcsey Televízió közéleti műsora. Új piac kezdte meg működését Újfehértón, a városban pedig a közlekedési feltételek is tovább javulnak. Erről is szó lesz a mai adásban, előtte azonban nézzük a teljes kínálatot. Átadták, megkezdte működését az East West Gate fényes litkén. Fejlesztések Újfehértón, javulnak a közlekedési feltételek a városban. Fejlődik a Kisvárdai Kórház, megújult az intézmény sürgősségi osztálya. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelenlétében kedden hivatalosan is átadták Közép-Európa legnagyobb vasúti logisztikai központját. A fényes litkén felépített East West Gate próbaüzeme sikeresen zajlott, most pedig a tényleges működése is megkezdődik. A létesítmény nem csak területében páratlan. Ez az első olyan vasúti óriás terminál Európában, amely zöld technológiára épül, az óriás darukat pedig távolról saját 5G hálózatot használva irányítják. 2021 márciusában elképzelni is nehéz volt, mi valósulhat meg fényes litkén. Akkor a talajelőkészítési munkák zajlottak a 125 hektáros területen. Két hónappal később csatlakoztatták a terminálhoz vezető normál és széles nyomtávú vasútvonalat. Decemberben megérkeztek Németországból az átrakodást végző óriás daruk, idén tavasszal pedig a próbaüzeme kezdődött az óriás terminálnak. Miután minden rendeltetésszerűen zajlott az elmúlt hónapokban, kedden hivatalosan is átadták a kontinens legnagyobb, legmodernebb zöld technológiára épülő vasúti logisztikai központját. Volt egy vízióm évek ezelőtt felépíteni egy terminált egy olyan helyen, ahol az egy meghatározója lehet annak a területnek. Így jutottunk el fényes litkére, ahol a fenntartható logisztika, fenntartható közlekedés és szállítás példájának tekintető terminált szerettünk volna létrehozni. Olyan a legmodernebb technológiákkal felszerelt vasúti logisztikai központot, amely a normál és a széles nyomtáv találkozásának kapcsolódik be az áruforgalom vérkeringésébe, és méltán és büszkeséggel mondhatom azt, hogy visszahelyezte Magyarországot a vasúti logisztika térképére. Európában kiemelt szerepet szánnak a vasútnak, az intermodális fuvarozási módnak, és a gyors és környezetbarát szállítási technológiáknak. A vasút egyre nagyobb szerepet hasít ki a logisztikai lánca a megvalósuló szállításból, és az Európai Uniós klímacélokkal a vasúti áruszállítás fejlesztése nélkül nem elérhető, a célkitűzéseket nem lehet teljesíteni. Erre ajánl egy megoldást az East West Gate Terminál, amely már a törvény megjelenése időpontjában kielégítette a magyar kormány 2030-ra kitűzött klímacélját, és ugyan egy picit közbeszólt a Covid, mert bizonyos technikai eszközök, gépek nem szerezhetőek be elektromos kivitelben, de addig is dízelhibrid eszközökkel helyettesítjük őket. Én azt gondolom, hogy az a tempó, hogy ez a terminál 14 hónap alatt a 2020 októberi kezdés után megvalósult, az egy példaértékű, nem csak Magyarországon, hanem Európában is. Szóval olyan vezető cégeket hoztunk el az ukrán-magyar határa, mint a Vodafone, a Künc, aki a darukat szállította, vagy a Kamco Technologies, hogy megvalósítassunk egy olyan álmot, amely a lehető és elérhető legmodernebb technológiai berendezéseket valósítja meg. A Huawei 5G technológiája Magyarországon és Európában is még ritkaság számba megy, különösen nem, hogy egy magyar magáncég jelentős összeget áldozzon arra, hogy egy olyan 5G-s hálózatot valósítson meg, amely kívülről hozzáférhető, támadhatatlan, belül viszont a hatékonyságát 20-30%-kal növeli. Seszták Miklós, a térség országgyűlési képviselője arról beszélt, a fényes litkei óriás terminál visszahelyezi az Áhonyi térséget Európa vasúti logisztikájának térképére. Sokan elfelejtik, hogy 1990-ben az Áhonyi kapacitás közel akkora volt a átrakó kapacitás, mint Hamburgba. És sokan elfelejtik azt is, hogy ez majdnem lenullázódott. Tehát ha itt most megkérdeznénk régi kollégákat, régi szakikat, akik ebbe a átrakásban, logisztikában voltak, akkor azt mondanák, hogy ők soha nem hitték volna el.
Én ezt szívből gratulálok, hiszen megmutattuk itt Magyarországnak, Európának és a világnak, hogy itt a sokszor lesajnált északkeleti részen is lehet világszínvonalú létesítményeket építeni, fenntartani, kivitelezni és ilyen gyorsan megvalósítani. Csonka Barnabás, tanulmányvezető miniszter úrtól engedélyt szeretnék kérni a első széles vonattal, a széles első számú vágányának a beadására. Most igazából egy állásinterjú vagyok. Tolattás vezető úrnak az engedélyt megadom, kérem gördüljön be a terminál területére. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter adott engedélyt arra, hogy a széles nyomtávú vasúti vonalon megérkezzen az első Ukrajnából érkező gabonaszállítmány. A tárcavezető beszédében azt emelte ki, az orosz-ukrán háború következtében a terminál elsődleges feladata a következő hónapokban az lesz, hogy biztosítsa a keleti szomszédból érkező gabona átrakodását és továbbszállítását. Nehéz idők járnak manapság. Visszatekintünk az elmúlt kevesebb, mint 3 évre, akkor azt láthatjuk, hogy a világgazdaság gyakorlatilag 2-szer állt a feje tetejére. Először a világjárvány miatt, aztán most a háború miatt. És ennek a világjárványnak és a háborúnak a következményeiben annyi közös mindenképpen van, hogy mind a világjárvány, mind a háború alapvetően a már jól bejáratott kelet-nyugati kapcsolatokat kezdte ki először. Megszakította, elszakította az évtizedeken keresztül bevált és jól működő beszállítói láncokat, és az eddig megszokott szállítási útvonalak váltak semmissé gyakorlatilag pillanatok alatt. Amikor a fényes litkei terminál építésének ötlete felmerült, majd amikor a döntéshozatali folyamat végigment és a beruházás megkezdődött, akkor még egy olyan környezetben éltünk, amit meghatározott egy rendkívül ígéretes kelet-nyugati együttműködés. Hiszen a versenyképes európai gazdaság nagymértékben támaszkodott arra az együttműködésre, ami az Oroszországból származó természeti erőforrások és a magas szinten fejlett európai technológia közös működéséből, egységéből fakadt. Kelet és nyugat együttműködése, amikor ez a beruházás megkezdődött, még egészen komoly perspektívával rendelkezett. Hogy más nem mondjunk, a Vodafone és a Huawei együtt épített itt ki telekommunikációs rendszert. A Vodafone-ról nehéz azt mondani, hogy keleti, a Huawei-ről meg nehéz azt mondani, hogy nyugati, mégis mind a kettő rendkívül jól együttműködött itt egymással. És amikor ez a beruházás itt megkezdődött, akkor még a Selyem úton zajló közlekedés, szállítmányozás rendkívül perspektívikus jövőjéről beszéltünk. Akkor még úgy tűnt, hogy a Kínai és az Európai Unió közötti kereskedelmi forgalom mindenfajta akadálytól mentesen növekedhet gyors ütemben az elkövetkezendő időszakban. Most ehhez képest a beruházás célja, mire elkészült, teljes mértékben megváltozott. Amikor a beruházás megkezdődött, a cél még az volt, hogy a kelet-nyugati kereskedelmi forgalomból minél több erre menjen. És ennek megfelelően is készült el rekordidő alatt ez a beruházás. Létrejött az Európai Unió, az egész európai kontinens legmodernebb átrakodó terminálja. Egy olyan terminál, ahol a gyors és balesetmentes átrakodást a legmodernebb telekommunikációs technológia, a legmodernebb digitális megoldások segítik. Ahol itt van az 5G, és itt van a valós idejű távolsági irányítás. Európában ez az első olyan átrakó terminál, ahol a darukat távoli irányítási rendszerrel vezénylik. Ez egy olyan átrakó terminál, amely egyszerre tud átrakni 4 teljes hosszúságú, vagyis az Európában megengedett maximálisan 740 méteres hosszúságú tehervonatot. Egy olyan terminál, ahol a technológiai eszközök, a röntgenkapu, a digitális mérleg
mind a gyorsaságot, a pontosságot és a biztonságot garantálják. Ugye mi, akik itt Magyarországon élünk, a háború szomszédságában, mi a békében vagyunk érdekeltek. És mi, akik a békében vagyunk érdekeltek, hiszünk is abban, és reméljük is azt, hogy egyszer ez a terminál majd a békében fogant céljait is teljesíteni tudja. Most viszont háború van, és ennek a beruházásnak a jelentősége igazából most jött el. Hiszen a beruházás az eredetileg tervezett hosszú távú célját majd csak valamikor később tudja megvalósítani, viszont új értelmet nyert ez a beruházás egy minimum rövid távú céllal. Mi ez a rövid távú cél? Ugye a háborúnak számos súlyos, negatív, szomorú következménye van. Ugye tudjuk azt, hogy Oroszország és Ukrajna gyakorlatilag a világ élés kamráinak nevezhetőek, hiszen a két országban megtermelt gabona hatalmas szerepet játszik a világ számos területének, köztük nagyon sok sérülékeny és instabil területnek az élelmiszer ellátásában. És hogyha Oroszországból és Ukrajnából nem tudják kellő mennyiségben exportálni a gabonát és más terményeket, akkor a világ számos pontján nem csak hogy élelmiszerellátási válság üti fel a fejét, de éhezés is könnyen kialakulhat. Éppen ezért most az egyik legfontosabb globális biztonsági feladat az az, hogy garantáljuk az Ukrajnából induló gabona export folyamatosságát. Ez nem politikai és nem is ideológiai kérdés, hanem egy fizikai realitásbeli kérdés, ahhoz ugyanis, hogy az Ukrajnából induló gabona exportot és annak folyamatosságát garantálni lehessen, szállítási útvonalakra van szükség. Nem ideológiára, nem politikára, nem kommunikációra, hanem szállítási útvonalakra. Olyan szállítási útvonalakra, amelyek gyorsak és hatékonyak. Éppen ezért ennek a fényeslitkei terminálnak óriási szerepe lesz az Ukrajnából származó gabona eljutatásában a világ legkülönbözőbb távoli pontjaira. Hiszen a konstancai kikötő kapacitásai le vannak kötve, a szlovák és a román útvonalak telítettek, a Dunán és a Tiszán pedig az alacsony vízszintek miatt a hajón történő szállítás jelenleg nem egészen kiszámítható. Ezért az ukrán-magyar határról az észak-adriai kikötőkbe történő fuvarozás jelentheti a garanciát a jövőben arra, hogy Ukrajnából a szükséges mennyiségű gabona el tud jutni az afrikai, ázsiai célpontokra. Nemrégiben átadták Újfehértó új piacát, amelyet a napokban ténylegesen is birtokba vehetnek az árusok és a vásárlók. A városban több fejlesztés is folyamatban van, számos ponton javulnak a közlekedési feltételek, és a helyi futballcsapat is új otthont kap. A beruházásokról, valamint a közintézmények energiaellátását érintő kérdésekről Hosszú József Újfehértó polgármestere számol be. Jó estét kívánok! Jó estét köszöntöm. Kívánok! Na, mivel kezdjük? Piac. Piac. Nagy igény volt már a városban, hogy legyen egy olyan lehetősége a helyi árusoknak és vásárlóknak, ami a modern kor követelménynek már megfelelhet, hisz eddig egy szabad téri piaca volt a városnak. Most topos forrásból, kormányzati támogatással megépült egy gyönyörű szép új piaccsarnok, amelyet augusztus 20-án már műszakilag átadtunk, viszont az engedélyezési eljárások elhúzódása miatt még egy pár napot várni, türelmet kell kérnünk a vásárlóktól és az árusoktól is, hisz csak minden engedély birtokában tudjuk hasznosítani, de az előzetes jelzések alapján már nagyon várják, mind az árusok, mind a vásárlók, és a piac mellett lévő üzlethelyiségekre is nagy érdeklődés mutatkozik. Bízom benne, hogy nívós és szép piaca lesz a városunknak. Mennyiségben, nagyságban hogyan alakul ez egyáltalán? Mekkora igény van a piacra Újfehértón? Hát én, ugye vannak fix piacnapok, amikor nagyon sokan vannak a piacunkon. Én most pénteken voltam kint a városi piacon, és körülbelül 100 árust tudtam volna összeszámolni. Mindenféle földi jót lehet vásárolni az Újfehértói piacon. Régen is volt egy ilyen mondás, hogyha valamit vásárolni akarsz, akkor menjél Újfehértóra, megtalálod. Ez mai napig így van. Tehát ha valaki szeretne valamit vásárolni, akkor nyugodtan jöhet hozzánk.
igény az nagy van rá, én ezt ebből ezt szűrtem le, és az épület pedig adott lesz arra, biztosítja ezt, hisz közel 90 árusnak tudunk egy időben helyet biztosítani, emellett a szabadtéren a ruhás, a ruhaneműket áruló és egyéb ilyen technikai eszközöket árusítóknak is biztosítunk lehetőséget. Valamit, ami nagyon fontos, Újfélton nagyon komoly problémákat jelentett ez a belvárosban a parkolás, és a piacnak a területén, ahol régen a lomos árusítás volt, ott 32 férőhelyes parkolót alakítottunk ki, amelyet pénteken adtunk át, és már annak is nagyon örültek mind az árusok, mind a vásárlók. Legyen mivel hazacipelni a sok mindent. Újfehértó egyébként is nagy hangsúlyt fektet közlekedésfejlesztésre, amennyire tudom, most is folynak útfelújítási és fejlesztési munkák. Igen, ezt szoktuk mondani, hogy nincs az a pénzösszeg, amit Újfélton ne lehetne útfelújításra elkölteni, hisz az elmúlt években, évtizedekben sajnos nem fordítottak kellő figyelmet erre a dologra. Most is zajlanak fejlesztések, van, ami pályázati forrásból valósul meg egy kerékpárútfejlesztésünk, illetve saját forrásból újítunk meg útjainkat, hisz van egy olyan helyi rendelet, hogy a kommunális adó bevételt, amelyet a városlakók befizetnek, azt csak is arra a célra fordíthatjuk, hogy útfejlesztéseket hajtsunk végre. Ebben az évben ez közel 40 millió forintot jelentette az adófizetők részre, amit ezúton is köszönök, hisz látják azt, hogy értelmes célra fizetik be az adójukat. Volt morgás régebben, volt lakossági ellenállás ezzel az adónemmel kapcsolatban, hisz nem látták azt, hogy miért fizetik, de most már ez megszűnt, hisz látják azt, hogy folyamatosan évről évre egy-két utcát ebből felújítunk. Most is napokban is zajlik egy ilyen jellegű fejlesztés, amivel két utcánk fog teljes mértékben megújulni. A kerékpárút az hány kilométer hosszú, és pontosan mettől meddig, hol halad? Kerékpárútjaink is vannak, voltak szép számmal. Egy nagy szívfájdalmam van, hogy Újfélytóról jelenleg még nincs kivezető kerékpárút, tehát Újfélytó csak beltöleti kerékpárútakkal rendelkezünk. Most van egy topos pályázat, amelyből a meglévő kerékpárútjainkat kötjük össze, ez már a vége felé jár, illetve volt egy olyan kerékpárútunk, ami a városközpontból a köztemetőig épült meg 1980-as években, ezt rengetegen használják, viszont nem volt felújítva már nagyon régen. Fákat ültettek az út mellé annak idején, hogy ennek a gyökérzete teljesen tönkretette. Most ezt egy kisvárosi program keretében Magyarország kormányának 200 millió forintos támogatásából megújítjuk. Megújult, ez a része már kész is van a projektnek, valamint tavasszal a temetőtől a honvédelmi sportközpontig, ami egy nagyon népszerű és új létesítmény a városnak, ott egy új kerékpárút fog épülni. Ha már a sportközpont szóba került, egyéb sportlétesítmények is épülnek a városban. Hát igen, Újfélytó egy sportszerető és sportrajongó város, nagyon sokan sportolnak szerencsére a városban. Ugye megépült a honvédelmi sportközpont, amely tavaly decemberben került átadásra, épült tavasszal egy kültéri kézlabdapálya a Kézlabdaszövetség támogatásából, amelyet nagyon sokan használnak, illetve folyamatban van a legnagyobb állam, ami ugye minden településen, ahol foci szerető emberek élnek, az a fontos, hogy milyen körülmények között focizik a helyi futballcsapat. Itt azért elég mostoha körülmények voltak nálunk, hisz csak egy példát mondok, 2004-2005-ben azért kellett más településre vinni a hazai meccseinket, mert a belvizes területen volt a stadion, és kinőtt a nád. Tehát egy nádas volt a futballpályánkon, de most épül egy állami támogatásból egy projekt keretében egy szép új futballpályát kapunk, öltözővel, fedetlelátóval, aminek a kivitelezése valószínűleg ez év végén, illetve jövő év tavasszal fejeződik be. Nem csak sport létesítmények, bölcsődét is bővítettek, úgy tudom. Így van, topos pályázatból bővül az önkormányzati bölcsődé, illetve teljes felújításon megy keresztül, ez az építkezés is jelenleg zajlik. Átmenetileg a gyerekeket más intézményekben kellett elhelyeznünk, de a gyerekek is, és a szülők is, és a kollégák is vették az akadályt, úgyhogy sem mindenféle fennakadás nélkül zajlik a projekt, ez jövő nyára lesz kész, és onnantól kezdve egy 5 csoportszobás, 60 férőhelyes modern bölcsődéje lesz a városunknak. Volumenben most úgy összesen mekkora az az összeg, ami Újfehértóra érkezett fejlesztésekre? Hát ez még topos forrásokról beszélünk. Topos forrásokból közel 10 milliárd forint érkezett az elmúlt uniós ciklusban a városba. Ugye ebből kaptak önkormányzati fejlesztések is történtek, egyéb közutas fejlesztések is történtek. A top pluszos forrásokra még várunk, hisz benyújtottunk pályázatot januárban, ezeknek még nem mindegyikről kaptunk visszajelzést. Mire irányulnak ezek a pályázatok? Volt egy óvodafejlesztésünk, az sajnos nem nyert.
az a pályázatunk, illetve van benyújtva egy csapadékvizes pályázatunk, bízunk benne, hogy ez nyerni fog, illetve van egy szegregációs pályázatunk, valamint van egy önkormányzati intézmények felújítására irányuló pályázatunk benyújtva. Ugye Újfélton speciális helyzetben van, hisz a nyíregyházi járáshoz tartozunk, ami a topos pályázatoknak ugye pontozási szempontok alapján nem egy kedvező dolog, hisz nincsenek pluszpontjaink, amelyeket a megye más részén lévő települések tudnak pályázni. Mi 30 pont minusszal indulunk, úgyhogy igazán jól megfontoltan, és tényleg csak olyan célra pályázunk, ami valóban szükséges, és várhatunk arra, hogy nyerni is fog ez a pályázat. Mekkora a figyelmet fordítottak a közelmúltban az energiaracionalizálásra, és nyilván nem véletlenül kérdezem, hiszen a következő blokk az erről fog szólni. Hát ugye ez most ez az energiaválság, ugye Újfélt sem hagyja érintetlenül. Korábbi időszakban voltak pályázatok intézmények felújítására, illetve energetikai megújítására. Ebből hát az önkormányzati intézmények sajnos kimaradtak, és iskolákat újítottak meg, ugye ezek most már nem önkormányzati fenntartásúak, illetve a művelődési házunk kapott egy pici felújítást, de ott még azért nem a legjobb a helyzet. Nézzük ezeknek a pályázati lehetőségeit is, illetve most már ott tartunk, hogy akár saját forrásból is hajtunk végre energetikai fejlesztéseket, mert úgy gondolom, hogy ez egy megtérülő beruházás lehet. Itt napelemre gondolok elsősorban, illetve hőszivattyúkra, amelyekkel már kapcsolatban megindultak a tárgyalások, és ott is lassan kivitelezéshez fogunk közeledni. Minden településen kellett hozni szívbe markoló döntéseket, ez alól Újfélt sem. Kivétel mi is átnéztük azt, hogy melyek azok az intézmények, amelyeket összevonással, átmeneti bezárással tudunk egy picit költséghatékonyabbá tenni. Itt ugye látjuk nagyon sok helyen a sportlétesítmények, illetve a kulturális intézmények esnek elsősorban áldozatául ennek az intézkedéscsomagnak. Hát mi a sportcsarnokot és az uszodát nem tervezzük bezárni. Ugye örömteli hír, hogy a múlt héten egy új egyesület is megjelent a városban, és a nyíregyházi Akvese vízlabdázói és úszói Újfélton találtak ideiglenes otthonra. Nyíregyháziként én ezt külön köszönöm. Igazán nincs mit. Kerestük azt a lehetőséget, hogy a gyerekek ne maradjanak mozgás nélkül, nekünk egy kis bevételt szerezzen ez a megoldás, úgyhogy múlt hét óta már Nyíregyházáról is járnak hozzánk. A teltházzal működik az uszodánk, teltházzal működik a sportcsarnokunk, és ráfizetéses, mert minden ilyen intézmény ráfizetéses, de úgy gondolom, hogy vannak olyan területek, ahol egy picit áldozni kell arra, hogy a gyerekek ne otthon üljenek, ne a telefont nyomkodják, ne a városban olyan dolgokat csinálnak, amiket nem mindenki néz jó szemmel, hanem vigyük be őket a sport és a mozgás irányába. Mi az, ami áldozatul esik? Hát a kulturális intézményünk, a művődési házunk az még a hát tőlem öregebb építmény, és ott a felújítások nem igazán azt a célt szolgálták az elmúlt időszakban, amelyet kellett volna, tehát igazán komoly energetikai felújítása nem volt. Novemberre még vannak rendezvényeink, ugye híre megy azért nem csak a megyében, hanem országos híre is megy annak, hogy Újfélton igényesek az emberek a rendezvényekre, és jó híre ment a városban tartott nyári rendezvényeknek, úgyhogy novemberben még lesz két nagy koncertünk a művelődési házban, egy ismerős arcok, illetve egy apostol fog fellépni nálunk, és akkor decembertől február végéig, március elejéig a művelődési háznak a funkcióját átvisszük más intézményekbe, átköltöztetjük a kollégákat, és az épületet bezárjuk. Kell-e attól félnie az újfehértóiaknak, hogy fázni fognak? Hát mi igyekszünk az intézményünkön a fűtést biztosítani, illetve az önkormányzat anyagi lehetőségeihez mérten támogatni azokat a rászorulókat, akár anyagi, akár természetbeni segítséggel, hogy senkinek ne legyen, senkinek ne kelljen ebben szenvednie. A szociális ellátórendszerünk figyeli azokat az embereket, képben vannak, hogy kik azok, akik esetlegesen ilyen problémával küzdenek, illetve pont míg ide tartottam, útközben jött egy telefon, egy Újfélről elszármazott vállalkozó ajánlott fel segítséget, hogyha idős beteg embereknek fára, tüzelőre van szüksége, akkor ebben ő támogatást fog nyújtani, hisz azért az újfélytóiak és az újfélytóról elszámozottak is szívükön viselik a városlakók sorsát, és mi is mindent megteszünk azért, hogy senki ne fagyjon meg a tél folyamán. Megújult a sürgősségi betegellátó osztály a kisvárdai Szent Damján görögkatolikus kórházban. Az intézmény egy határon átnyúló uniós fejlesztési program keretében az Ungvár megyei kórházzal közösen mintegy 900 ezer euró értékű forrás nyert korszerűsítésre. A sürgősségi ellátás fejlesztése mellett még idén új szolgáltatással is gyarapodik a kisvárdai intézmény. Novembertől pszichiátriai szakrendelő és gondozó kezdi meg működését.
Új váró, átfogó, külső-belső felújítás ért véget a közelmúltban a kisvárdai Szent Damján görögkatolikus kórházban. Az intézmény sürgősségi osztályát korszerűsítették az elmúlt hónapokban. A megújult épület részt a napokban vették használatba az itt dolgozók. Az intézmény az Ungvár megyei kórházzal közösen nyert mintegy 900 ezer euró értékű fejlesztési forrást, melyet a határ két oldalán lévő kórházak egyenlő arányban tudtak felhasználni. A korszerűsítés még nem fejeződött be teljesen, több nagyértékű eszköz beszerzése folyamatban van, az építkezés azonban már véget ért. Nagyon fontos dolog az életünkben, hogy a Szent Damján görögkatolikus kórházban mindig arra törekszünk, legyen megfelelő kubatúra, megfelelő körülmény ahhoz, hogy a betegeinket el tudjuk látni. És lehetőségünk volt arra, hogy egy határon átnyúló projekt keretében a sürgősségi osztályunknak a fejlesztését megtegyük. Ennek a mai napon van egy olyan sarokpontja vagy sarokköve, amikor az új funkcióknak egy részét már be tudtuk üzemelni. Fejlesztettünk egy új triázsrészt, ahol a betegek komfortosabb körülmények között tudnak várakozni, ott tudjuk fogadni őket, az első vizsgálatokat megtenni, illetve teljesen átalakítottuk a traumatológiai és a belgyógyászati eseteknek a kivizsgálására szolgáló szakrendelőket. Ennek a fejlesztésnek az a apropója azon túl még, hogy a betegeknek jobb lesz a ellátása. A határon átnyúló programból valósult meg, és az Ungvár megyei kórházzal közösen tudtunk végrehajtani egy olyan projektet, aminek a Európai Uniós forrása ott is hasznosulni tud, és a kórházunkban is hasznosulni tud. 900 ezer euró volt a projekt összköltségvetése, és ez körülbelül 50-50%-ban került felhasználásra mind az ottani kórházban, mind a Szent Damján görögkatolikus kórházban. A projektnek már a jelentős része teljesült és készen van. Most indítjuk a szükséges eszközöknek a beszerzését, még ami szintén a projekt költségvetésének a terhére történik meg. Megújult a sürgősségi ambulancia is. Ünnepélyes átadása a tervek szerint decemberben lesz. Az intézmény vezetése dr. Pikó Károly a magyar sürgősségi ellátás meghatározó alakja tiszteletére emléktáblát avat majd az osztályon. A sürgősségi korszerűsítésen túl idén újabb fejlesztése gyarapszik a Szent Damján kórház. Hamarosan ebben az épületben kezdi meg működését a térségben hiánypótló pszichiátriai szakrendelő és gondozó. Az ellátás ugyan még nem indult meg, előjegyzésre azonban már van lehetőség. November 1-től várhatóan be fog indulni, de novemberben mindenképpen már az az új pszichiátriai gondozó szakrendelő részünk, ami teljesen új ellátás a kórházunkban. Eddig még a kórházon belül ilyen formában ez nem működött. Korábban volt Kisvárdán, de ez már sajnos megszűnt, a megyei kórháznak egy kihelyezett pszichiátriai szakrendelője. Azért lényeges ez most a lelki egészség világnapját követően is, mert nagyon-nagyon sok és magas számú azoknak a betegeknek száma, akik mondjuk depressziós betegként, ez körülbelül Magyarországon 700 000 főre teszik, a mindennapokban élnek, és akár esetlegesen állapotuk miatt nem is tudnak eljutni az ellátóhelyre, a legközelebbire, és ezért minél közelebb viszük a pszichiátriai gondozókat az emberekhez, annál nagyobb hatékonysággal tud működni. Erre a pszichiátriai szakrendelő gondozóra most már minden feltétel adott, a szakorvosunk megvan, pszichológusunk megvan, szakdolgozóink, és berendeztük azokat a részeket, szakrendelőket, várókat, csoportszobákat, ahol majd ez az ellátás fog kezdődni. Most már azt várjuk, hogy a működési engedélyüket megkapjuk. Kórházunk abban a egyik szerencsés helyzetben lévő kórházak egyike, hogy gyakorlatilag minden ellátásunk egy telephelyen zajlik. Volt korábban egy nagyobb beruházásunk, amit másfél évvel ezelőtt adtunk át, egy tüdőgondozót, ami a Kisvárda kórház belvárosában működött, sikerült behoznunk a kórház területére, tehát nekünk nincs már olyan ellátásunk, ami a kórház területén kívül működne. Nagyon fontos számunkra, hogy megfelelő ápolói létszámmal rendelkezünk, és ehhez a kórházunkban folyamatosan képzéseket tudunk szervezni és tartani, illetve azokban a hiány szakmákban, ahol mi nem tudunk szervezni, ott pedig akár Budapesten vagy Debrecenben igénybe tudjuk venni. Ami most nagyon jó hír számunkra, hogy az intenzív ellátásban dolgozó szakápolók részére 15 főre egy kihelyezett képzést tudtunk indítani a kórházon belül, és ez azért fontos, mert amikor a Covid a két évben megmutatta azt, hogy mennyire nagy szükség van a intenzív ellátásban dolgozók számára, és hogyha valaki elvégzi ezt a képzésünket, de nem feltétlenül biztosítunk neki helyet az intenzív osztályon, akkor is más osztályon egy magasabb szintű ellátást szakmai tudással fog már bírni. A Szent Damján görögkatolikus kórház a Kisvárdán és térségében élő közel 80 ezer ember egészségügyi ellátásáért felel. Ezen felül Vásárosnaményból és a Zempléni térségből is fogadnak betegeket.
Az intézmény ugyanis kijelölt sztrók és trauma központ is egyben. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc. Legközelebb új adással hétfőn jelentkezünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!